Az anarchizmus definíciója, a görögán és arkeból, a tekintélyel ellentétben, egy olyan kormányzat nélküli társadalom által felfogott élet és magatartás elvének vagy elméletének a neve, amelyben harmónia érhető el, nem pedig a törvénynek való alávetéssel vagy a hatalomnak való engedelmesség, hanem a különféle területi és szakmai csoportok között létrejött szabad megállapodások révén, szabadon. Termelésre és fogyasztásra, valamint egy civilizált lény végtelen sokféle igényének és törekvésének kielégítésére. Az ezen irányelvek alapján kidolgozott társadalomban az önkéntes egyesületek, amelyek már elkezdték lefedni az emberi tevékenység minden területét, még nagyobb kiterjesztést nyernének az állam minden funkciójában történő helyettesítéséig. Összevont hálózatot képviselnek, amely Végtelen sokféle csoportból és szövetségből áll, bármilyen méretű és fokú, helyi, regionális, országos és nemzetközi, ideiglenes vagy többé-kevésbé állandó, minden lehetséges cél érdekében, termelés, fogyasztás és csere, kommunikáció, egészségügyi szolgáltatások, oktatás, kölcsönös védelem, a terület védelme a többi más rész egyre több tudományos, művészeti, irodalmi és társadalmi kapcsolati igény. Kielégítésére. Ezen kívül egy ilyen társadalom nem állítaná magát megváltoztathatatlannak. Éppen ellenkezőleg, mint a teljes szerves életben, a harmónia az erők és hatások sokaságának, egyensúlyának örök és változó kiigazításából és kiigazításából származna, és ezt a kiigazítást el lehetne érni. Röviden, ha egyetlen erő sem élvezi az állam különleges védelmét, ha a társadalom ez szerint ezeknek az elveknek megfelelően szerveződik, akkor az embert nem korlátozhatja a termelő munkára való képességének szabad gyakorlásában az állam által támogatott kapitalista monopólium. Akaratának gyakorlása miatt sem a büntetéstől való félelemtől, sem a metafizikai entitásoknak vagy olyan egyének iránti engedelmességtől, akik mindkettő csökkent kezdeményezőkészséghez és szellemi szervilitáshoz vezet. Az embert a saját indokkal vezérelni, amely feltétlenül magán viselni saját énje szabad cselekvésének és reakciójának, valamint a környezet etikai felfogásának nyomát.